Szeretettel köszöntöm a jelenlevőket és a Lícium Televízió nézőit is. Miért pont Jugoszlávia, illetve az egykori Jugoszlávia? Ugye felmerülhet a kérdés, tehát a személyes indítatásokról próbálok a tárgya a választásnak, hogy miért ez a föld darab lett. Első pont az, hogy szeretem ezt a helyet. Szomszédban van, nagyon változatos. Mennyire változatos? Ha megnézzük a térképet, akkor azt látjuk, hogy az alpesi régiótól egészen a Balkán félsziget nyakáig, kisebb nyakáig belóg, az egykori Jugoszláviáról beszélek még mindig, és fantasztikusan változatos tájak láthatók itt, kereshetünk fel. A másik, hogy történelmileg is, amit tanár úr is, Antal is mondott, hogy nagyon érdekes és nagyon meghatározó a történelme ennek erre a régióra. Egy különleges vidék. Olyan különleges vidék, ami tényleg mind politika földrajzilag, természet földrajzilag az egyik legváltozatosabb. Tehát mondom, az alpesi tájaktól a Balkánig, a Mediterrántól a Pannon síkig megtalálhatók a tájak. De ugyanez a kultúrában is. Tehát, hogyha megnézzük, hogy északon ugye még a Velencei Köztársaság hatása a bécsi Habsburgoknak a hatása, illetve a déli részeken pedig ugye az egykori Bizáncnak, tehát a bizánci kultúra örökségeivel találkozhatunk, illetve az azt követő mondjuk a török hódoltsággal. Tehát egy nyugati és keleti kereszténység ütközik itt tulajdonképpen, amihez még ugye bekever az iszlám, ugye a középkori iszlám. És hát ugye itt tehát ez valami, mondom, fantasztikus változatossá teszi ezt a régiót, és ezért, és ahhoz képest, hogy szomszédban van, ahhoz képest annyira nem ismerjük. Illetve hát egyes részeit igen, és divatba jönnek, majd újra kimennek a divatból. Én úgy az első élményeim a 89-re köthetők, tehát még voltam Jugoszláviában utoljára. Szabadkai sajtot adtam egy Farmer Jackiért, ami Farmer Jackit nem lehetett kapni Magyarországon. Ugye nagyon érdekes, ráadásul ugye a 40-es évektől kezdve egészen ugye a rendszerváltozásig is egy különleges államalakulat volt. Sem nem nyugat, sem nem kelet. Tehát ugye akár erotikus magazinokért jártak ide a magyarok nagy része, vagy tényleg olyan dolgokért Farmer Jacki, ami a hanyatló nyugat ópiumának számított, de nem lehetett kapni ugye a szocialista barakban. De azért mégis szocialista volt, lehetett ide utazni a szocialista útlevéllel, ami ugye hat országban volt összesen érvényes. Tehát egy nagyon érdekes átmeneti ország, mondom, minden szempontból, természetföldrajzilag, politikaföldrajzilag, és még sok minden kulturálisan is. Tehát ezért választottam ki. Tehát ugye 89-re voltam először, és nem a szabadkai sajtpiac tetszett meg a Farmer Jacki piac, de alapjában véve én nagyon szeretem azt a hangulatot. Tehát, hogyha elmegy az ember Szlovéniába, akkor például ott kap egy olasz hatást. Tehát kap egy osztrák hatást, ilyen precíz osztrák tartomány, de keverve egy kicsit az olaszokkal. És ott van a déli, a jugoszláv hangulatos mentalitása, ugye a forró szél ugye az egyik címe, ugye az a Borivore Surdilovics, egy ikonikus sorozat volt a magyar televízióban, amely ugye ezt az egész jugoszláv hangulatot lengi át, tehát leesett a vérnyomás a Surda bácsinak, és hátradőlt. Tehát minden szempontból Európán belül egy nagyon komp és híd, és lehetne még jelzőket találni, milyen szerepet bírt az egykori Jugoszlávia, ami aztán sokféleségnek köszönhetően ugye az elmúlt pár évtizedben darabjaira is hullott, és én akkor 89-ben elhatároztam, hogy minden részét bejárom. Tehát szegedi egyetemistaként közel voltak vajdasági barátaim, este kitaláltuk, hogy menjünk el a háborús Vukovárba, ugye a délszláv háború idején, tehát csináltunk őrültségeket földrajz szakosként, de alapjában véve tényleg az volt a cél, hogy nagyjából mindent megismerjem, és most jött el az, hogy az összes egykori tagköztársaságot sikerült legalább egy utazás erejéig bejárni, valamelyikben sokkal többször voltam, visszajáró vagyok, de alapjában véve végigjártam a mostani 7 országot, ami ugye az egykori Jugoszlávia helyén keletkezett, és ezekről szeretnék így most nagyon röviden egy órában mesélni.
Ugye hát itt láthatunk még régi beszkenelt Jugoszlávia prospektust és a címerekkel, hogy ez mennyire egybe volt. Ugye egyébként nagyjából 7 évtizedig volt egybe ez az állam, ugye, amit ugye tanár úr is mondott, hogy 18-tól tulajdonképpen a 94-95 Daytoni béke, ami lezárta. Egy stoppolás volt még a 90-es években Szlovéniába, ugye egy nagyon kis területen, ugye Szlovéniában élnek magyarok, Bogrács fővárosa, Lendava, közben ezt egy ikonikus bográccsal jelezték is. Ugye itt még Makovec féle művöldési házakkal találkozhatunk, tehát itt még a Mura, Szombat és Lendva környékén élnek magyarok. Kis számban, hasonló egyébként a lélekszámuk az olaszokéhoz, ami az ország másik végén. Tehát ez is jelzi azt, hogy Szlovénia egy 20.000 négyzetkilométeres ország, aminek mind a két vége, az egyik a Pannon régióba, ugye hozzánk kötődik, a másik pedig ugye az olasz vége, tehát a másik vége pedig ugye az olasz mediterrán régióba. Tehát, és Szlovénia mostanában ugye, amit elmondtam, hogy kicsit osztrákos, kicsit olaszos, kicsit Pannon, tehát ezért, és amellett, hogy alpesi és mediterrán egyben, eléggé felkapott úticél, és egy Alpok napos oldalaként próbálja eladni magát ugye a turisztikai piacon, és ez sikerül is neki. Egy nagyon tiszta zöld ország, tényleg gyönyörű fenyvesekkel, hegyekkel, tengerparttal. Kulturális főváros is volt, ugye Mariborban járunk, még ugye ez a város 2011-ben, 12-ben, bocsánat, 11-ben Turku volt a Európa kulturális fővárosa. Itt egy néhány kép erről a második legnagyobb szlovén városról, de akár Grazban is járhatnánk ugye az épületek homlokzatát és az embereket is nézve. Néhány hangulatkép itt Maribor városáról. Elvileg itt van a világ legöregebb szőlőtőkéje, egy maribori pince előtt nő, védik kerítéssel. Hatalmas, szép, nagy szőlő. Haladunk tovább, ugye most nagyon gyorsan kész lettek az autópálya építéssel, tehát régen tehát a nyugati útvonal nem vitt Szlovénia felé, tehát még az olasz starvíziói bőrjáratok is inkább Ausztria felé mentek az autópályán. Pár évvel ezelőtt viszont teljesen elkészült a szlovén autópályarendszer, és most már viszonylag jól, és mivel nincs akkora tranzit forgalma, mint mondjuk az osztrák autópályáknak, nagyon sokan szeretnek erre járni, hogy Olaszország felé, vagy egyéb célpontok felé, akár horvát területek felé is erre menjenek a szlovén pályákon. A Rogaška Slatinát azért tettem bele, mert van egy egri vonatkozás, a Gárdonyi Géza üdült itt egyszer. Ugye ez egy régi monarchia, ugye a monarchia kultúrája is megtalálható itt, egy monarchia beli fürdőváros, kevésbé ismert, mint a többi, de egy látogatás erejéig érdemes ide is eljönni. Celje, ugye a cilleiek révén ismert lehet ugye a magyar történelemben is, tehát nagyon sok szállal kötődik ugye egyrészt a Kárpát-medencéhez, másrészt ugye, amit mondtam, Itáliához, ugye ez pedig már a főváros Ljubljana, a Fellegvárral egy nagyon szép félmilliós kisváros, tényleg ez is egy osztrák kisváros is lehetne akár. És hát ez az egyetem, ami az egyetem erkélye, azról nevezetes, hogy 1991-ben ugye itt kiáltották ki az ország függetlenségét, és ez volt az egyik, Makedónia volt, ahol tulajdonképpen nem is fordultak meg tankok, illetve Szlovénián benéztek a volt jugoszláv néphadseregnek az erői, de tulajdonképpen egy rövid intermezzót leszámítva itt sem zajlott háború. És itt kiáltották ki Szlovénia függetlenségét, illetve ugye etnikailag is, ha megnézzük a népesség összetételét, akkor ugye a szlovének eléggé homogének, tehát 91%-ban ugye szlovének lakják Szlovéniát, ugye az említett pár ezer fős magyar, illetve pár ezer fős olasz kisebbséget leszámítva. Még mindig Ljubljanában járunk. Ljubljanát, ha nekem választanom kéne fővárost, hogy ha nagyon muszáj lenne Egert elhagynom,
akkor lehet, hogy jobb jön lenne, mert felkel az ember, és átgondolja, hogy 2 óra múlva 100 kilométeren belül az Alpokban van, mondjuk a Júliai Alpokban, vagy 2 óra múlva hangulatától függően ugye a mediterrán tengerparton, és egyébként meg egy tényleg szépséges kisváros, akkor egy nagyon jó fekvésű városról beszélünk, ha Ljubljanát emlegetjük. És most először ugye az egy ilyen 50-70 kilométerre van tőle Bled. Ugye ez is világhírű fürdőváros. Igazából világhírűvé Tito tette, ugye, aki az egykori Jugoszláviát összetartotta, mert ide helyezte ő a téli-nyári rezidenciáját, palotáját, és a Haile Selassie etióp császártól kezdve az iráni sahokig mindenkit itt vendégül látott, különböző közép-afrikai diktátorokat, mindenkit, tehát mindenkivel jóba volt, és itt Bledben dőltek el a világnak a jugoszláv szempontból érdekes sorsa. És a Bledi tó közepén van egy kis sziget, gyönyörű 2000-esek az osztrák határral a háttérben, és ma tényleg egy nagyon felkapott, Magyarországról is egyre többen mennek ide, egyre divatosabb célpont, és hát van miért, tehát tényleg gyönyörű tájképek, szurdokok, alpesi tájakat találunk, hogyha Bled környékén túrázunk. De ez télre és nyárra is vonatkozik egyértelműen. És a háttérben most nem ez érdekes, hogy én régen milyen jacket viseltem, hanem hogy háttérben pedig ugye az egykori Jugoszláviának a legmagasabb pontja, Triglav látható éppen, egy felhőpamacsban, csala tetején, és hát ez most Szlovéniának is a legmagasabb pont, és benne is van ugye a szlovén címerben és zászlóban. És hát még egy tó, gyönyörű tavak, a Bohinyi tó is ugye ebben a régióban látható, ami valami fantasztikus kis ugye gletszer pályta völgyben. Nagyon szeretem ezt a vidéket. És hát a Bohinyi tótól egy nagyjából 3 kilométerre van a Slapsavica, ugye a Savica vízesés, ami tulajdonképpen egy forrás is, egy kicsivel följebb van a forrása, és ugye itt látszik, hogy a Kárpát-medencében vagyunk, majd innen el fogunk jutni ennek a víznek a végpontjára is. Ugye itt ered a Száva folyó, ami pedig ugye Nándorfehérvárnál, Belgrádnál ömlik a Dunába, és ez végig megy ugye egészen ugye a délszláv területeken, de ugye azért alul is nevezetes, hogy valahogyan nagyon sok földrajzos itt vonja meg a Balkánnak a határát. És nem tettem be a diák közé sajnos, de van egy Balkán központ Pécsen, és ők ugye nagyon sokat foglalkoznak a Balkán elhatárolásával. Ugye az egyik határ, a Balkán-félsziget határ az egyik vonal szerint itt húzódik, ugye a Száva folyó mentén. Nagyon sok elmélet létezik, meg megközelítés, nyilván most ebbe ne menjünk bele. Néhány képet még ugye azért a Triglav Nemzeti Parkban járunk egyébként, annak az egyik első leírója, népszerűsítőjének a szobrát láthatjuk. És amikor a gyerekeimet vittem túrázgatni még nagyon régen, egy nagyon turista barát ország, kényelmes, megközelíthető tájakkal, látnivalókkal, vízesésekkel. Télen-nyáron tényleg. És ugye most az alpesi régiót elhagyjuk, és akkor elindulunk az egykori jugoszláv területekről, kem végig délfelé, ami azt jelenti, hogy ugye az eurázsiai hegységrendszerben, ha ötödikes földrajzosoknak mesélném, ugye akkor az Alpok itt átmegy ugye a dinári vonulatba, és ami végig megy ugye a tengerparton, és közben azért itt egy nagyon fontos terület a karszt, szlovénul a krász. Ugye az összes karszt a világon ugye innen kapta a nevét, nagyon sok vonulat, karszt kifejezés innen honosodott meg a földrajzi szakirodalomban, Dolina, Polje, tehát mind-mind ezeket az első szlovén, horvát, jugoszláv földrajzosoknak köszönhetjük. Posztolyna, egy kicsit ilyen akteleket vegyítjük a Szilvásváradi kisvasúttal, tehát a barlangban megy 4 kilométert a vonat. Nagyon szép világörökségi helyszínek. Ami érdekes, a Predioma egy rablóvár, ugye egy barlang szája elé építették a várat. És ami nekem érdekes még annak idején a
Szeged Egyetemen a speleológia speckorra jártunk Jakucs László professzorhoz, és ő mesélt, hogy 1960-as években ő volt Skóciában. És hát utána a könyvében is olvastam, és nekem ide el kell jutni, föld alatti folyó, és ugye akkor olvastam Vernét, ami nyilván vegyíti a mesét a valósággal, de nagyon sok valóság alapja is van, ugye nem jut eszembe a Verne regény, a Sándor Mátyás, így van, ugye ahol a vár börtönből egy leugrik egy barlangba, lemegy, és akkor a víznyelőn, tehát a barlangi folyón kievezve, ugye az Adriai tengerhez jut. Ugye ez nem lehetséges, mert itt ugye 40 kilométerre ennek a barlangnak, illetve a barlangi folyónak, abban három van feltárva, és hiába kapja innen Triest a vizét, tulajdonképpen nincs, nem lehet megközelíteni, és a barlangi búvárok nem tudják, nagyon gyors a sodrása, szifonokkal teli, tehát egy érdekes, misztikus világ ez. Majd tudjuk, hol folyik, tehát itt bemegy a föld alá a folyó, a Snéskán, ugye, ami ered, és a Adriai tengerben 40 km-rel később Timavo néven kibukkan, ugye Duino és Triesttől északra. Tehát egy nagyon, nagyon szép, nagyon hangulatos, szinte mennydörgő, pokoli hely, de nagyon különleges. Tehát, és ez is itt van, ugye nem messze tőlünk tulajdonképpen. Egy európai ritkaság. Kínában vannak még hasonló föld alatti folyók, hogy ugye a Fülöp-szigeteken a föld alatti folyó Puerto Princesa mellett hasonló hely. Hát itt például, amit hidat látunk, az 72 méter magasan van, tehát egy 21 nehány emelet magasságból tekintünk le a föld alatti folyónak az aljára. Ugye egy ábrát is láthatunk, hogy hogyan szeli ketté a szlovén karsztot, illetve az olasz Triesti karsztot is ez a folyó, és egyszer csak kibukkan a napfényre. Nagyon sok gyerek halt meg itt a faluban egyébként, tehát még Jakucs László is mesélte, hogy abban az évben is 4 gyerek elkötötte a Molnár csónakját, és akkor tulajdonképpen már csak a széttört csónakot találták meg, a gyerekek hulláit sem. Néhány kép, gyönyörű, hangulatos. Itt már olyan, mintha egy kicsit a mediterrán olasz területeken járnánk. Ugye itt már a Campanile is megjelenik, ugye San Canzino falu, ugye olasz neve is van itt már a területeknek, a falvaknak. És itt láthatjuk, ugye, hogy van egy különleges övezet, ami nagyon sokáig egyébként vitatott zóna volt, hogy Triest hova tartozzon, de végül ugye Olaszország kapta meg. És a Triesti karsznak az a része, ugye Olaszországhoz tartozik, és ugye átvágja, ami Lipicánál van egy határ, nem most már nincs határátkelő, ugye EU-n belül, de alapvetően például a híres Lipica is itt található. És akkor megérkeztünk a tengerpartra, ugye a Koper kikötője, ugye 90-es években felértékelődött, most újra, most azt hiszem a legfrissebb hírek szerint két napja olvastam, hogy kétvágányosítani akarják, tehát hogy a magyarországi áruforgalmat az Adria felé ezen a vasútvonalon, a koperi kikötőbe terelnék. Meglátjuk, nem tudhatjuk. Hát ugye ez a hallgatóknak érdekes, ez a Neptune Line. Esetleg itt néhány panorámakép. Ugye itt is láthatjuk, hogy Pirano, tehát a szlovén-olasz neve ezeknek a kis, akár Olaszországban, nem, hogyha most vetítek egy ilyen képet, akár Közép-Olaszországban is lehetne, hiszen sőt, ezt a házat Velencei háznak is nevezik, mert volt egy velencei szeretője a tulajdonosnak, Venecianka. És hát itt már az Adria, ugye egyik legészakibb pontján járunk az Adriai tengernek, ami önmagában is rekord, de amúgy a földközi tengernek is ez az egyik legészakibb pontja, itt nem messze Duinónál van, Duino várkastélyánál. Piran. Hát itt legyőztek az elemek. És akkor innen átmegyünk a következő egykori jugoszláv országba, Horvátországba. Ugye hát, Horvátországról sok mindent lehetne elmondani, nagyon sokan ismerik, nyaralnak ott, keverik a Dalmáciával, keverik a Szlovéniát, a Szlavóniával, tehát ugye a fejekben nagyon sok minden van. Ami ebből a szempontból érdekes, ugye amit mondtam az elején az előadásomnak, hogy a bizánci és a bécsi kultúrkör, ugye azért ez még a kicsit a Bécshez tartozó, illetve ugye a szlovének és a horvátok katolikusok lettek a délszlávok közül, a többi
jugoszláv tagköztársaságnak a délszlávjai, ugye a makedónok, szerbek, crnogorácok, pedig ortodox kultúrkörbe kerültek végül. És hogyha ezt megnézzük, hogy ez körülbelül egy 1075-re, amikor végleges lett az egyházszakadás, nagyjából tehát egy olyan közel ezer évvel ezelőtt, azóta hatással van, hiszen az egyik nép cirill betűvel ír ortodox, a másik latin betűvel katolikus, és aztán 91-ben látunk egy véres háborút, aminek nem ez az alapja, de azért ez is talán hozzájátszik, pedig testvérnépről van szó bizonyos szempontból. Tehát Horvátország még az a terület, ami ugye inkább a katolikus vonal, illetve a dalmáciai partvidék tulajdonképpen 400 éven át ugye a Velencei Köztársaság uralma alatt volt, azért nincs annyi fenyő, azért van annyi fehér szikla egyébként, ugye, hogyha most egy kicsit a környezetvédelem felé megyünk, a velencei homokba a palotákat, amit fenyőcölöpökre építettek, a velencei palotákat, meg a velencei kereskedelmi flottát, nagyjából az adriai, tehát a Dubrovnikig kiirtották ugye a Velebitnek a fenyveseit, és hát ezért fehérek a sziklák. Nagyon leegyszerűsítve Montenegró pedig azért sötét, fekete hegyek országa, mert a vízről, ugye az már a török birodalomhoz tartozott, és a fekete, sűrű mediterrán fenyves, ott nem írtották ki, mert az már ugye nem velencei terület volt, hanem az pedig ugye már az oszmán birodalomhoz tartozott. Ugye itt volt az ütköző zónája tulajdonképpen két nagy területnek, és később ugye ez most is ütköző zóna mindenféle szempontból, és ha a következő országot mondanám, ugye Boszniában voltak katolikus horvátok, ortodox szerbek, illetve a muzulmán bosnyákok, és azt a hármat, mintha egy puzzle-ként összemixelnénk, és akkor mindenki mindenki ellen, valakivel szövetségben, valaki ellen. Tehát egy nagyon, hát amit ugye a klasszikus puskaporos hordóval illetnek, hogy miért is a Balkán ugye a puskaporos hordó. De még menjünk vissza ugye egy kicsit, hogy Horvátországon belül azért ugye a török elől menekültek, és inkább a Velencei Köztársaság területére, Dalmáciába menekültek a keletebbre élő horvátok, illetve telepítettek be határőr szerbeket. Ugye itt a, ezen a területen ugye nagyjából ugye szerb határőröket 200 ezer, most nem tudom azt pontos számot, ami később ugye megint csak alapot adott a Milosevic-féle rezsimnek, hogy a Nagy Szerbiát ide, tehát ezért akarta Horvátországot elfoglalni, ezért is többek között ez egy indok volt, hogy ahol szerbek élnek, ugye az Nagy Szerbia területe. Tehát a délszláv háborúban ugye ez is fontos szerepet játszott. A Szlavónia pedig ugye ott horvát baranyának hívják most, ugye, de a magyarok is éltek, Szent László, Tordinci, majd azokról is lesznek képek. Tehát nagyon érdekes összetételű ország, tehát a Velencei Köztársaságtól a Magyar Királyságig, lásd Jellasics, minden van itt is. Az Isztriai félsziget, első körben pár képet, innen Vörös Isztria, gyönyörű karsztos területek, barlangok itt is, hogyha erre járunk, nem győzünk nézelődni. Porecs vidéke, tehát itt az isztriai terület, itt rengeteg világörökség található a bazilikákkal, Porecsi Eufráziusz bazilika. Itt még azért egy kicsit satnyábbak a pálmafák, mint délen, de már megjelennek. És ugye itt a Sándor Mátyásnak a regényében említett Limszki kanál, ugye elvileg itt ért ki a regény főhőse. Tehát ez egy, hát idegenforgalmi prospektusok nagyon helytelenül fjordnak írják le, de hát ugye ennek nincsen semmi köze a fjordhoz, ez egy megsüllyedt karsztos folyóvölgy, amiben beáramlott a tenger később. Nagyon jó bringa utak vannak, környéken lehet túrázgatni, egy gyönyörű kis szigetvilág. A Brioni szigetek is itt vannak, ami Titónak még egyszer, ugye még Bleden kívül egy kedvenc területe volt, amit most csak aktuálisan, ugye, hogy a filmek a turizmusiparban milyen fontos szerepet játszanak, ugye Új-Zéland kapcsán megháromszorozódott a Gyűrűk ura miatt a beutazó turizmus. És most idén nyáron volt egy nagy vita, a görögök és a horvátok összevesztek, hogy a Mamma Mia egy első részét ugye a Görögországban forgatták, a második részét viszont itt Horvátországban, és görögnek adták el, és a görögök besértődtek, a horvátok meg ebben nyilván pénzt és bizniszt láttak, hogy
egy filmet itt forgattak, és rengeteg lesz majd a turista, arra számítanak a következő nyáron, a Mamma Mia 2 forgatási helyszínein, ott a távolban, tehát oda néznek, akkor meglátják, hogy hol forgatták a kettes második részt. Rovinj városa, Rovinjó, ugye ezek is kis olasz városok, az Isztriai félsziget régiójában. Kosztolányi írt, hogy partra vetett fókaként a csokoládébarna testek, így még a 20-as években írt egy ilyen cikket. Ez egy nem saját kép itt Rovinjról. Pula, ugye ez is a Magyar Királyságban is szerepet játszott, ugye a hadihajó kikötő is volt. Amfiteátrum ugye római kultúrát idézi. Tehát azért mondom, hogy minden képnél azt látjuk, hogy iszonyatosan változatos területről beszélünk. És hát ugye a monarchia, Opatia, tehát ugye a Abbáziába ment nyaralni József Attila, ide jártak a íróink, költőink, nem csak Füredre, már vagy Balatonfüredre. Ugye Ferenc József sétány a monarchiát megidézendő osztrák-magyar cár, császár. És hát ugye itt láthatjuk, itt betettem ide egy etnikai térképet ugye az osztrák-magyar monarchiáról. Azért látszanak a délszláv területeken is, ugye a Szlovénia, meg Horvátországban tudjuk rajzolni azért ezeket a területeket szépen. És hát Rijeka, vagy Fiume, ugye magyar vonatkozása is van ennek a városnak, sőt ugye itt nem messze innen a Lányka utcától van a Szervita utca, és ott élt ott egy újságíró, aki később a Magyar Tengerpart című folyóirat napilapnak a főszerkesztője lett itt Fiumében, és például Gárdonyi Géza leugrott hozzá. Ingyen volt régen az újságíróknak a vonat, és éjszaka, amikor nem volt albérlete, levonatozott, és a szállás megspórolva vissza is jött, és közben kávézott, és magyar napilapokat olvastak a tengerparton az íróink, költőink, művészeink. És hát a fővárosról is villantjunk fel pár képet, azért Zágráb, ugye a Dalmácia és a másik száraz N-betűnek Szlavónia közötti kis horvát területeken a központi régióban fekszik. Ez a főváros Jellasi szobrával, ugye, meg hát néhány hangulatos piacképpel, csak így villantjuk fel. És hát akkor menjünk egy néhány kép erejéig ugye a Száva-Dráva közé. Nagyjából ezt mindenki elkerüli, ezt a vidéket, már mint a turistákról beszélek, alig ismerik, pedig hát itt is vannak dolgok. Varasd az egyetlen barokk városa Horvátországnak, Horvátország barokk fővárosaként beszélnek róla. Néhány kép, hatalmas barokk paloták, és hát mellette Csáktornya, ugye az Rínyiek ősi fészke, ugye itt is Nikola Zrinszky. Graffitikkel nagyon hangulatos, még mindig Csáktornyai vár. És hát például ez a Papuk-hegység. Nagyon sokan, tehát nyilván most földrajzosok között vagyok, tehát ez ismert, de azért mennyi, nincs 50 km a magyar határtól, és ahhoz képest nagyon-nagyon kevesen ismerik a Papuk-hegységet. Egy Mátra magasságú, méretű hegységről van szó. Jankovács környékén járunk, tényleg a magyar határtól nem messze, egy fél óra órányi autózásra, és fantasztikus kis helyeket találhatunk itt is, és túrázhatunk Jankovács környékén, a Papuk-hegységben. Nyilván azért sokáig nem lehetett itt túrázni, még a közelmúltban sem, tehát a délszláv háború érintette ezt a vidéket is. Ma is van még egy-két terület, ami itt el van aknásítva, és aknaveszélyre figyelmeztetnek. Itt például ez egy pár évvel ezelőtti kép, egy 5-6 évvel ezelőtti kép, tehát még mindig a Papuknak a belsejében vannak olyan mezők, ahol nem tudták aknamentesíteni. Még nagyon sok ilyen terület van az egyébként Horvátországban, amit nem tudtak aknamentesíteni. Itt egy visszaemlékezés, ugye velem egy idős nagyjából az egyik tévériporter, ő dedikált még annó, és ugye itt hát a délszláv háborúnak a kezdetén én is nyiladozó kis kamasz voltam, illetve egyetemista már, és amikor tényleg a szegedi egyetemistaként fejünkbe vettük, hogy át-át rándulunk a délszláv háborúnak a dolgait megnézni, egy ideig érdekes volt, de aztán félelmetessé is vált ez tulajdonképpen, hogy Eszéken még ez egy 90,
95-ös fel, 96-os felvétel, tehát még ez a 90-es évek közepén járunk, még a daytoni béke után talán egy fél évvel, egy évvel készült ez a kép, tehát akkor még rengeteg ház golyónyommal, mindennel volt ellátva, tehát én is így néztem ki még másképp. Akkor még külpolitikai újságíró akartam lenni, és azért legyen fotós mellény, tehát voltak ilyen hülyeségeim nyilván. És hát ugye akkor ez a terület itt Szlavóniának az a keleti felében, ugye Vukovár és Vinkovci területe. Ránéztünk a térképre, 30 km egy egyetemi buli után voltunk, hát ott mennyi, egy óra alatt átjutunk. Hát 6 órába tellett, mert ugye egy ENSZ korridor volt, akkor pakisztáni, nepáli ENSZ katonák védték itt a területet, és Vukovárba akkor még ugye egy ilyen krajnai szerb köztársaság, még külön bélyegük volt, tehát ilyen szakadár szerb területek voltak, és volt egy, a vajdasági szobatársam barátom mondta, hogy hát menjünk el Vukovárba reggel, hát menjünk. És hát végig is úgy sikerült bejutni, hogy az egyik kocsmánál szerb csetnikeket megkért, hogy a kukoricásba vigyenek el minket. Tehát így sikerült bejutni, ugye nagyjából adtak ilyet, hogy jelentkezzünk, vagy hogy keresnek, ha nem jelentkezünk. Hát nem jelentkeztünk a végén a koridornak, mert mi lecsatlakoztunk a szerb csetnikekkel, mert meg akartuk nézni ugye Tordincit, Szent Lászlót, tehát ezek ugye a magyar településeket itt, ahogy szétlőtték a templomtornyokat. Ez azt hiszem 96-os, 97-es felvétel. Saját kép. Ugye ez a régió az, ahol most járunk nagyjából. Ugye Eszék és a 95-ös ugye daytoni béke, hogy hogyan alakultak Vukovár. Vukovár egy gyöngyös méretű 35-40 ezeres város volt, és akkor, amikor ott voltunk, nagyjából 5000-en éltek benne. Tehát ez közvetlenül. Ugye az akkori horvát elnök már a postát, horvát postát, tehát ez kiglancolta, de még a város romokban volt, tehát és virított, hogy vadi új vakolat van a horvát postán, ugye jelezni, hogy ez horvát terület lett újra. Tehát így nézett ki a kirándulásunk Vukovár városában. Ez a dobótér, a centrumáruház itt ugye Vukovár központjában. Ott egy ENSZ kocsi, tehát egy ablakból bírtam ezek ilyen saját kis Fuji diára készült képek. Egyébként jól bírják a panelek, tehát masszív szerkezetek, tehát ezt a túloldalról nagyon sokat ágyúzták ezeket a Duna túloldaláról ezeket a panelházakat, és maradtak. Ez már lejjebb van egy kicsit, most megyünk, nem, ez nem Vukovár már, ez, de Vukovár. És később is visszamentem néhányszor, és azért ma már egy modern város, egy-két mementó van csak, ami a délszláv háborúra emlékeztet, ezek ilyen 2008-as, 9-es felvétel, amit itt is most láthatunk, ugye a Dunaparton. És hát most Szlavóniából jöjjünk vissza, és haladjunk délfelé Dalmát partvidéken, illetve először még a Kvarner-öbölben, ugye egy-két szigetet nézzünk meg. Ugye ez is inkább a Velencei Köztársaság és ugye olasz terület volt, olasz kultúra hatása. Krükk-sziget, itt ez egy képeslap, ami ugye a mutatja. Hát ez egyik kedvenc helyem volt, és a lányom ide jöttünk, Baska nevű hely Krükk-szigetén. Tehát ugye ez a területe Horvátországnak nagyjából a 91-es, 2-es, 3-as háború idején is igaz, hogy negyedgőzzel, de üzemelt. Tehát az osztrák, német, olasz turisták azért Krükkre eljöttek. Tehát, hogy kevesen, de voltak itt nyaralni. Ugye ez nagyon közel van az alpesi gazdag régióhoz, sziklás, gyönyörű tengerpart, és hát szemben pedig ugye ott a Velebit hegységnek a láncolatai. Néhány hangulatkép. Plitvicei tavakról is, ugye ez Plitvicét most annak kapcsán emlegetik sokan Dubrovnikkal egyetemben, ugye ami a túllövés, tehát az overturizm. Tehát amikor már Barcelona, Velence, Dubrovnik, nem, az ottani polgárok nem kérnek több turistát. Tehát azt mondják, hogy vége, tehát nem bírják tovább, tiltakoznak, rendeleteket hoznak. Velence most hozott egy rendeletet, hogy nem szabad leülni. Bizonyos, tehát vannak egy zónák, ahol tilos leülni, tehát nincs az, hogy én most leülök a templom lépcső melletti
kőrézsűre, mert büntetnek, nem lehet enni. Az régebben is volt már. Illetve most beléptetőkapukat akarnak Dubrovnikban is, tehát hogyha megy 15 óceánjáró, akkor nem fogadja mind a 15-nek az amerikai nyugdíjasait, hanem csak azt mondja, hogy 5-öt. Mert egyszerűen olyan tömeg van, hogy nyilván a turizmus azért most úgy néz ki, hogy a globális gazdaságban 11%-kal azért az kezdi megelőzni. Vagy már olyat is olvastam nemrégiben adatokat, hogy tulajdonképpen a kőolajipart kezdi lekörözni. Tehát mondom, nem akarok hülyeséget mondani, de félelmetesen nagy. És hát ugye Plitvice még csak kiskapuja, de ahhoz képest, hogy amikor én mondjuk a 97-ben senki nem volt a plitvicei tavaknál, ma meg olyan, mint a Blaha Lujza téren megyünk, az nagyon nagy változás. Ugyanígy Dubrovnik is, tehát hogy félelmetes, hogy végig lehetett menni a várfalon, olcsó volt, senki nem volt, nem jött szembe senki, de alapjában véve ma meg pedig tényleg nem lehet még jó ízben nézelődni se. Néhány kép ugye a plitvicei területekről, vagy ugye a Pakrenica, a Poklocska szurdokról. Ugye ez a táj sokaknak, hát már jó régi filmek, a Winnetou, ugye a Old Shatterhand itt fogadott örök hűséget a barátainak, néhány tévécsatorna ismétli ugye ezeket a filmeket, amik a jugoszláv karszton forgattak, amelyeket a jugoszláv karszton forgattak, tehát a nemzeti parkok, túrálka, ez pedig a Krka nemzeti park, tehát ugye Jugoszlávia olyan volt egy kicsit a IUCN a nemzeti parkos besorolások szerint, mint Izrael, hogy volt valami nemzeti, tehát hogy van egy híres természeti látványosság, akkor a pikniket telepítenek, és nemzeti parkká nyilvánítják, tehát ezek nem olyan kaliberű és erősségű nemzeti parkok, de megmaradtak tulajdonképpen ezek hívószónak akár a turizmusban is. Viszovácsziget, a Krka Nemzeti Parkban járunk még mindig. Ugye itt már vékonyodik el, tehát ott például már ugye egy szétlőtt szerváros Knin volt látható 10-20 km szélességben. És haladunk délre, Sibenik, ugye az egykori Szebenikó, Trogír, Trauvára, ugye a magyar történelemben negyedik Béla, hogy a Muhibnát idáig menekült. Hát még őskori képek is vannak itt. És megyünk az Adria magisztrálán lefelé, Opuzen környékén járunk egyébként. És ugye ez nem saját kép, Dubrovnik így nézett ki 1991-ben. Ugye velem egy idő Zlata naplóját lehet, hogy ismeritek is, ismerik is páran. Nagyjából néhány képet még kerestem, hogy nézett ki ez ma az Adria gyöngyének tartott. És ez nem régen volt, tehát még én mondom, fiatal embernek érzem magam ahhoz. Ma pedig egy csodálatosan felújított világörökség. Egyébként csak egy érdekesség, hogy nem volt annyi agyag Horvátországban, az a színű agyag, ami a dubrovniki tetőcserepek, amit szétlőttek a rekonstruáláshoz kellett volna. Ezért Franciaországban kerestek egy olyan agyagbányát, ami olyan színű, ami a dubrovniki cserepeket mintázza. Tehát most már például francia agyag van a dubrovniki háztetők ódonnak tetsző cserepein. Hát még a várfal az körbejárható volt. Most is az csak néhány hangulatkép, itt is ugye a overturizm, rengeteg hajó ontja ide a népeket, és hát szép, de itt járunk, és haladunk lefelé. Következő ország Bosznia, ugye a Daytoni békét emlegettem itt már kétszer is, Bosznia és Hercegovina, tehát nem Bosznia kötőjel Hercegovina, sokan ugye helytelenül írják. Két teljesen különböző terület. A Hercegovina az déli része ugye az országnak, a Bosznia pedig a nagyobbik északi, illetve nyugati. És hát ugye, amit mondtam, ugye a három nép, a katolikus horvátok, a muzulmán bosnyákok és az ortodox szerbek, mindenféle variációban próbálták egymást gyilkolni is akár,
És hát nekem egyik barátom, ő a katonai bíróságon mentett innen embereket, meg az oszlói békefenntartónak volt, és ő volt többször Szarajevóba, nem egyszerű ez a helyzet. Mi a lényeg, hogy a daytoni béke a szerb köztársaságot, tehát egy föderált, egy svájci mintájú államot próbált létrehozni, ez a muzulmán-horvát föderáció, a bosnyák-horvát föderációval sikerült, ott kantonális berendezkedés van, tehát a kantonok, olyan svájci mintájú kantonok vannak, ahol valamelyik kantonban vagy csak bosnyákok vannak, vagy csak horvátok, de vegyes kantonok is vannak természetesen. Ehhez nem csatlakoztak a szerbek, lett egy különálló szerb köztársaság, amiknek külön területe van. Itt láthatjuk a területi megoszlását ennek. És ez így alkot a három népből, a két, kettő, egy állam, egy Bosznia és Hercegovina nevű állam alakulatot. Hát, hogyha a gyakorlatban nézzük, akkor megláthatjuk, hogy mondjuk a szerb köztársaság területéről inkább Belgrád felé mennek a buszok, a többi felől mondjuk inkább Zágráb felé orientálódnak. Úgyhogy ez egy érdekes, hogy egy ország, de tulajdonképpen ez annyira nem működik. Gyönyörű helyek vannak, a Sutjeszka Nemzeti Park, tehát itt viszont már nem beszélhetünk az overturizmusról. Itt reggel 9-től délután 5-ig túráztunk, és nem jött szembe ember a nyár közepén. Tehát itt azért még a Balkán közepén bele lehet futni ilyen területekbe, ahol ember nincs. Tehát nagy a kontraszt, tehát a tengerpart ugye Európa és a világ egyik legfelkapottabb tengerpartja. Mögötte a hátország 40-50 kilométerrel beljebb pedig akár alig látogatott területekbe futhatunk bele. Néhány kép. Hát itt még ugye Tito felirat, ugye a titói berendezkedésről beszéltem. Ugye 80-ban meghalt Tito, 74-ben, amikor én születtem, akkor lett, ők úgy hívták, hogy életfogytiglani államelnök. Tehát életfogytiglani elnök, valahogy ezt a szót a fordításban ezt találták meg. És hát de meghalt 80-ban, és a Szegedi Egyetemen mi még akkor biciklivel átmentünk Szabadkára, és megvettük az Underground című filmet, ami nagyon szépen szimbolizálta a folyón, ahogy szétesik Jugoszlávia, különböző ilyen földdarab, sziget, tehát ilyen úszó szigetek voltak a folyóba, és ugye a Kusztorica film ezt szimbolizált, hogy a titói Jugoszlávia hogy esik szét. Ugye hát nagyon sokszor fizettünk ezzel a pénzzel, ugye Josip Broz Tito elnök. Volt olyan nap, hogy kétféle pénz volt forgalomba, amiről lehúztak 6-0-át, és amiről nem. Tehát volt úgy, hogy 10 milliárdossal fizettem, és visszaadtak 5000-est. És közben az 5 milliárdos csak az új. Tehát ami, és ez mind a kettő érvényben volt, és legális volt. Tehát ugye hiperinfláció volt a délszláv válság idején, és hát nem nagyon lehetett ebből sokat elspajzolni, mert lehet, hogy másnapra, ugye, mint a pengő annó a magyar történelemben, ahhoz hasonló volt. Ivo Andričról is, ez 10 milliós csak, ez egy kis bankja, mert 10 milliárdosra is fizettem, az biztos. Ez csak 10 milliós volt, ugye Ivo Andrić, egy Nobel-díjas író, ajánlom mindenkinek a Híd a Drinán című regényét, mert ha elolvassuk 400 év balkáni történelme, akkor egy kicsit jobban megérthetjük az itteni történéseket, az itteni régiót. Arról szól a regény, hogy van egy híd, amit mindjárt látni fogunk, és annak a hídnak a közepén van egy kis fülke, ahol leülnek és beszélgetnek egymással az emberek 400 éven át, hogy milyen hatalom van éppen, milyen történések, milyen. Egy fantasztikus regény, és tényleg megérthetjük ezt a délszláv régiót, ami ugye három darab van, amit most látunk a képen Visegrádból. Ugye van egy Prága mellett, egy külváros Magyarországon, és van egy Magasvár, és ugye itt Bosznia és Hercegovinában is van egy Visegrád nevű település, és ez a Ivo Andrić féle híd, ez itt Visegrád településen íveli át a Drina folyót. Ez csak úgy érdekességképp, hogy hétvégén menjünk Visegrádra, na de melyikre. Ez a híd, és ott játszódik a regény, tulajdonképpen egy fantasztikus török híd. Van egri vonatkozása is, hogy az építette, aki ugye az egri ostromnak a fővezére volt, az 1500, nem az 52-es egri ostrom, Szokoli pasa. Ugye itt a
Az elején beszéltem a monarchiáról, ugye a bécs-bizánci kultúra hatásról, és itt ugye azért említsük meg, hogy mi szoktunk beszélni 150 éves török uralomról, az egriek csak 91-ről, de a Balkánon ugye azért itt 400-450 évről kell beszéljünk. Tehát, hogy ami nálunk 150 év pusztítás, vagy más jellegű berendezkedés volt, az itt nagyjából 400 évig tartott. És hát van is ennek emléke, máig hatóan. Jajcét villantjuk még fel, ugye Jajcevára, Csontváriról, ugye a vízesés, a jajcei vízesés megfestette. Hát én csak így tudtam lefényképezni. Kis malmok a Pliván. És haladunk itt is Boszniában és Mostár felé, ugye a híres másik csontvári kép, ugye az öreg híddal kapcsolatban. Ennek ugye én média tanszéken tanítottam, és akkor tanítottam azt, hogy ez volt az egyik első élőben felrobbantott, közvetített hídfelrobbantás a CNN televízióban. És most csináltak egy interjút a horvát parancsnokkal, aki a hídfelrobbantását vezényelte. És megkérdezték tőle, hogy felrobbantaná még egyszer, mondta, hogy persze, minden további nélkül. De ugye a CNN-esek kérték, illetve hát most fizettek, nem fizettek, az mindegy, tehát hogy várjanak, tehát ami még nem állt be a kamera. Tehát hogy azért itt ez még ez is közelé játszott. De ez ugye a 91-es iraki-kuvaiti háború volt az első ugye közvetített háború a CNN által. Ez pedig ugye itt már még finomodottak a dolgok, tehát a média történetileg is érdekes a mostári öreg híd felrobbantása. Aztán egyébként magyar búvárok szedték ki a híd elemeit, amikor felújították a hidat. Néhány kép, ugye itt egy mecset belsőt láthatunk. Hangulatos. Mostárban is akkor alig voltak, ez most 2006-os képek például, de mostanában iszonyatos mennyiségű turista van. Montenegróban is, pedig akkoriban ez kimaradt mindenből, és most pedig hát inkább az orosz tőkének a területe ez. Az egész tengerpart nagyjából az orosz tulajdonképpen olajpénzekből felvásárolták, a üdülőket, hoteleket, és hát jönnek, tehát van turista. Egyébként nagyon érdekes, most volt egy gondolat az egyik újságban, szakértők beszéltek erről, hogy ugye Montenegró, Koszovó, Bosznia, most EU-tagság vagy nem című vita, és igazából a ilyen önostorozás volt, hogy fel kellett volna venni őket az EU-ba, most nem a fejlettségük, hanem egyebek miatt, hanem az volt az egyik beszélőnek az érve, hogy így tulajdonképpen oda lett dobva az orosz, vagy mondjuk a muzulmán, szaudarábiai és egyéb hatalmi törekvéseknek ez a régió. Tehát a Nyugat-Balkán ilyen szempontból egy veszteség az európai értékkörnek, talán így lehetne ezt így finoman, vagy nem tudom, laikusan megfogalmazni. Montenegrói tengerpart, itt is ugyanúgy, mint a Limski kanálnál mondtam, hogy fjordnak említik, nem földrajzosak. A Kotori-öbölről is hallottam ezt a fjord megnevezést, amit itt ugye múlt földrajzi társaságoson említettük a beszélgetéskor, hogy a Bükki karstforrást is olvastuk már gejzírnek. Tehát tegyük ezeket helyre. Kotori-öböl ugye nem teljesen fjord. Néhány kép, Peraszt környékén járunk, ugye a háttérben pedig az 1700 méter magas Lovcsen-hegység, ugye Pietár Nyegos mauzóleuma, a költő és fejedelem egyben a montenegrói történelemben. És hát a Kattaró néven ugye kikötő volt szintén, most UNESCO világörökség és egy fantasztikus kisváros. És hát 10-valahány kilométer légvonalban, másfél óra autóval a fantasztikus Lovcseni Szerpentineken megközelíteni ezt a hegyet. De hát ugye ez egyébként az egész Balkán közlekedés földrajzára jellemző, hogy a tengerparti
vidéket, ahogy elzárja ugye a belső területektől, és hát a közlekedésileg borzasztó ez a rész. Ez a nyegos, az említett nyegos mauzóleum, és hát Budva, most ez a montenegrói Siófok, ugye a hatalmas bulikkal, tengerparti nyaralókkal, de ugye említettem a titói idők alatt, ugye se nem nyugat, se nem kelet, a nyugati sztárok, ugye Sophia Loren, sztár, őnek is itt ugye a Budvával szembeni kis szigeten, például ugye az egy luxusszállodát építettek már, tehát a 60-as években is felkapott terület volt azért Montenegró, tehát nem csak a mostani időkről beszélünk. Most itt a következő ország, ami ugye ilyen szempontból érdekes, hogy sokan azt gondolták, hogy a délszláv válság itt fog kirobbanni, mert innen indult ugye a 80-as évek elején, amikor megszüntették az autonómiát, illetve megnyírbálták a koszovói és a vajdasági autonómiát, de aztán nem itt lett, de a vége az tulajdonképpen ide jutott. Most pont egyik kollégával beszéltük, hogy egy albán házban, Prizrenben, egy felújított szállodában laktunk, mellette pedig volt egy szerb ház, ahol a szerb családot elüldözték. Tehát, hogy megkérdezték, hogy nem akar-e elköltözni, nem akart, lerombolták reggelre a házat, és ez ott van több éve ez a ház. Tehát itt nagyon erős ez a konfliktus. A Koszovó ugye 2008, tehát Montenegrót nem mondtam, 2006 óta független, ugye, és 2008-ban pedig Koszovó. Ami itt ugye azért érdekes, mert 6 tagköztársasága volt az egykori Jugoszláviának, és ma ugye 7 független ország, ugye nem mindenki, ugye az Európai Unión belül is 6 nem ismeri el ugye Koszovó függetlenségét, többek között Szlovákia, Görögország, de ugye 122 ország elismeri, tehát megosztott, de ugye pont azért ugye a határoknak az a megváltozhatatlanságának az elve miatt nagyon érdekes ez, hogy illetve a orosz nagyhatalmi politika, ugye a Csecsenföldhöz való hasonlatossága, hogy egy orosz, ugye ortodox többségi hatalomnál egy muzulmán kisebbségi terület ki akar válni, ez nagyon sok párhuzamot lehet felfedezni. Nyilván Koszovóban nincs olaj, tehát az mondjuk egy másik, az már nem hasonlóság. De valamilyen szempontból ugye a koszovói albánoknak szerencséje volt, és azért a világ nagyobb része, vagy hát egy kicsivel nagyobb része ugye elismerte, de hát ugye most is békefenntartók állomásoznak, és hát feszültség van, tehát most is saját hadsereg felé kacsingat a koszovói állam, és mai reggeli vagy tegnapi hír, hogy elindultak a szerb határ felé, most ilyen híreket is lehetett hallani. Én idén 2-szer voltam Koszovóban, egyébként egy nagyon kellemes hely. Tényleg az albán, a kultúra, a szerb, bár az ugye inkább már mondjuk az ortodox templom, a szerb ortodox templom ilyen szöges drótok köré van szorítva, illetve a szerb ortodox templomokban van olyan kép, most nem hoztam, hogy fegyverrel bemenni tilos. Tehát ugye nagyon sok atrocitás ugye ott érte a koszovói szerbeket, hogy mondjuk a templomukat ott. És pedig azt be kellett volna hozzam. Na mindegy. Tehát ugye egy nagyon kis területről, Koszovó és Metohia tartományról, ugye Koszovó az egykori rigómező, és amiért ugye a szerbek ragaszkodnak hozzá, az, hogy az ősi szerb területeknek a bölcsőjének tartják, és ahogy a török hódoltság idején ugye egyre húzódott fel a szerb nemzet, tehát lásd ugye a fruskagorai kolostorok a Duna mentén, oda építették fel ugye a török birodalom elől menekülve az újabb kolostoraikat, és aztán később ugye lásd az egri Rácz templom, vagy Szentendre Ráckeve, tehát ugye a szerbség húzódott fel északi irányba a török hódítás elől, és a Koszovó, a Rigó mező pedig tulajdonképpen később aztán egy albán többségű terület lett, 91 néhány százalékban. Metohia pedig ugye a Koszovónak egy másik medencé, tehát ugye két medencéből áll az ország, nagyjából 10 000 négyzetkilométer területről beszélünk, tehát
Nem egy nagy terület, ez csak egy HVG-ből beszkenelt, még egy régi HVG-ből beszkenelt térkép, hogy amikor ugye elindult ez a konfliktus, akkor hogy próbáltak tippelni, hogy mi lesz, hogy most akkor Koszovó Albániához akar csatlakozni, vagy sem. Nekem egy külpolitikus úgy érzékeltette ezt annó, hogy nem biztos, mint a Burgenland se biztos, hogy Magyarországhoz akarna csatlakozni, hogyha ugye a szegényebb anyaország, ugye már pedig ugye Albánia itt anyaországként sokkal szegényebb volt, mint a legszegényebb jugoszláv tagköztársaság, Koszovó vagy Makedónia, ugye volt ez volt a két legszegényebb országa az egykori Jugoszlávián belül. Hát illetve most is talán az európai rangsorban, tehát szerintem Makedónia, Koszovó, Moldávia ugye azért alulról a top 5-ben benne vannak. Most nem tudom a pontos sorrendet. És hát gyönyörű hegyek vannak, itt se találkozik az ember turistával, ugye itt a Sár Planina, a Sár hegység területén járunk, most innen hoztam néhány friss képet, ez egy hónappal ezelőtt, még gyönyörű, és egyik oldalon Albánia, másik oldalon Makedónia területek. Ez egy tavaszi kép Koszovóról. És hát hihetetlen robbanása van itt is egyébként a turizmusnak, tehát Prizren az egy ékszer doboz, tényleg a régi mecsetektől a török hídig minden van. Európai értelemben nagyon olcsóak az árak itt. Itt járunk ugye a Sár Planina területén. És amit ugye mondtam ugye geopolitikailag, hogy az orosz, ez nem saját kép, ezt most néztem, hogy ugye volt egy a török elnöknek, Erdogánnak egy mondása, hogy Koszovó, Törökország, Koszovó, Koszovó, Törökország. Tehát ugye Törökország is bejelentette az atyai barátságát erre a területre, és ugye ez a prizreni mecset előtt avatnak éppen. Tehát ugyanakkor Koszovó, tehát a török irányultság mellett például nagyon erősen nyugati irányultságú, tehát ugye itt van a NATO is. Ugye a lakosság nagy része a 60-as, 70-es években Koszovó, Makedónia, Montenegró területéről is ment ki vendégmunkásnak. Nagyon nagy a hazautalások száma, már hogy a GDP-hez való hozzájárulás. Illetve hát még ugye azért a maffia azért itt a leginkább erős ebben az országban. Hát egy csevapcsica, vagy kebab, ugye törökösen. Itt a Balkánon minden állam szereti magáénak vallani, hogy hát a szerbek is eszünk Újvidéken egy töltött káposztát, a szerb nemzeti étel, töltött káposzta. De ugyanezt mondta a kurd barátom is, szíriai kurd barátom is, hogy hát ez kurd étel. Ugye az oszmán töröknek kultúrának, gasztrokultúrának a kirajzása ez. Ugye nekem is, amikor így én sem raktam össze, pedig szeretek így nyelvészkedni, hogy ugye a kebab, ugye a török szó, és a csevap cica, az ugyanaz a tőről van, és amikor az albán kúval láttam meg leírva, akkor ugrott be, hogy hát ugye a csevap cica az tulajdonképpen a kebabnak a átalakult, kicsit torzult verziója. Itt pedig már egy UCK-s katonának a szobra, ugye a koszovói albán. És amit mondtam, ugye szöges dróttal védik ugye az UNESCO világörökség szerb ortodox templomokat. Ez pedig fürdőkomplexum lesz majd, ha felújítják, mert hogy török fürdőmúzeum lesz. Hát így néz ki egy 100 000-es koszovói kis múzeumváros. Néhány hangulatkép még itt ugye a kolostor, egy ilyen tekke, tulajdonképpen egy muzulmán dervis kolostornak a halottait láthatjuk. De van kép, akkor bocsánat, itt a fegyverre. Ez egy másik, ez a Szent György templom Prizrenbe, és itt mutatják, hogy ne cigizzünk, és ne is legyen nálunk fegyver, amikor belépünk. A németek, az ENSZ, nem, az Európai Uniós támogatással épült ez az Ibrahim Rugova autópálya, ami ugye Albániával köti össze Pristinát. Ez nagyon jó minőségű, nemrég készült el, 3-4 éve készült el. Tehát ez pedig egy prizreni várat már láttuk az előbb, és ami
Érdekes, hogy ez nem saját kép, hanem Báron Novcsa Ferenc készítette, és ugye ő is járt itt, amikor az észak-albán területeket fedezte fel. Ez a Szent György templom, ahol fegyverrel nem lehet bemenni. Hát tényleg nagyon szerethető. Én most nagyon-nagyon élveztem a koszovói látogatást. A Prizreni piac 1905-ben, ez is Báró Napcsa felvétel. És hát itt járunk. És akkor menjünk az utolsó ország, nem az utolsó ország, mert még lesz, tehát Makedónia, most délre lejöttünk Szlovéniától, egészen Makedóniáig. Bocsánat, hogy én Makedóniát mondok, a Magyar Akadémia elismerés az Macedónia. Ők K-val írják, K-val mondják, ugye az angolos átírásból lett Macedónia. Nem akarok igazságot tenni, ugye a görögök pártján se, makedónok pártján se. Nehéz ez, hogy most ki volt és hogyan és miért itt előbb, és miért C és miért K. Én egyébként nem értek egyet feltétlenül, mert bocsánat ezzel a megkülönböztetéssel, mert akkor ilyen alapon bármilyen betű elírással mondhatjuk, hogy ha mit tudom én, most Németországot két emmel írjuk, az egy teljesen más történelmi országnak a megnevezése. Tehát fura nekem ez a Macedónia, Makedónia, de ez nyilván ez egy laikus magánvélemény, és nem értek hozzá. Ugye a vita mostanában kezd megoldódni, bár Görögországban jártam most idén többször is, és ott is azért a feliratokban, graffitikben nem biztos, hogy ezt szeretnék, hogy elismerje. Ugye sokáig ugye korábbi jugoszláv köztársaság Makedónia néven lehetett Firomként, ugye Y-nal elismerni. Én jártam úgy Görögországban, hogy volt benne makedón pecsét az útlevelembe, és a görögök meg átütötték, hogy érvénytelen, tehát hogy ilyen ország nincsen az ő nézetük szerint, és akkor ugye ez a nem cicaharc, de ez máig azért erősen meghatározza a görög-makedón politikát, mert ugye van Észak-Görögországban egy Makedónia nevezetű tartomány, tehát most igen. Itt is ez Sztobi római romokat láthatunk, ez az autópálya mellett letérve, gyönyörű területek. És hát a Skopjét mi még úgy tanultuk, hogy egy földrengés romba döntötte a 80-as évekbe, és egy jellegtelen panel dzsungel az egész, tehát mint a csebokszári lakótelep, de tulajdonképpen az utóbbi 5-10 évben fantasztikus, gicses építkezések kezdődtek, és valami félelmetesen eklektikus belvárost kreáltak Skopje városába. Nagy Sándor szobrától, múzeumon át, minden, ami létezik. Tehát ez például Nagy Sándornak a szobra. Tényleg valami félelmetesen eklektikus belvárost hoztak létre. Van, aki szereti, van, aki furcsája, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni. Annyi, hogy ugye itt született ugye az albán származású Teréz anya. Skopjében van egy múzeuma. Diadalívet, ugye már az mindenképpen kell ugye a parlament mellé. Tehát mindent találunk itt Skopjében, ami csak létezik. A várostól nem messze 15 kilométerre pedig ugye van egy Matka nevezetű kanyon, tehát ez is egy kiránduló hely. Érdemes ide is elmenni, ha Skopjében járunk. Ugye a Malévnak a dél-balkáni útvonalát most átvette egy magyar légitársaság, és a kormányzati támogatással most az összes városba, Skopjéba, Pristinába, Podgoricába, tehát itt a montenegrói, koszovói és makedón fővárosba viszonylag olcsón támogatott jegyekkel, mert ugye stratégiailag fontos ez a dél-balkáni útvonal a magyar államnak. Tehát Skopjéba akár tényleg 10.000 forintért eljuthatunk egy fapados jeggyel, egy óra alatt kirepül a gép. És megyünk a következő országra. Ugye a Milosevici szerb, Nagy-Szerbia, ugye Jugoszláviát örökösének tartotta Milosevic, vagy Jugoszlávia örökösének tartotta a saját maga által vezetett államot. Ugye nagyon sokáig ugye ez kiért a tengerpartra. Szerbia és Montenegró államszövetségének, még az autójelek is úgy voltak, hogy Szerbia és Montenegró.
Aztán ugye 2006-ban kivált, és most már a területéből ugye 2010 évvel ezelőtt Koszovó is kivált, tehát nagyjából az egykori területből ennyi maradt, amit ott pirossal bepöttyeztem, és ezt hívjuk ma tulajdonképpen Szerbiának. És hát néhány helyet villantjuk innen is fel, és haladunk észak felé, most megfordulunk, és jövünk Magyarország felé irányába. Ez Užice, ez Dél-Szerbia olyan területe, ahol ugye Makedóniához, a Montenegróhoz hasonlóan ligetes pásztorkodással, sajtkészítéssel, tehát nem a gazdag vidék dohánytermesztéssel foglalkozó rész, ugye. Szegeden egyébként nagyon érdekes, hogy erről a területről a makedón dohány, vagy a Dél-Szerbiában termelt dohánnyal látták el a 90-es évek Magyarországának a csempész cigarettáit, ami most ugye az ukrán ciginek a szinonimája, tehát az a csempészáru, az akkoriban erről a területről származott. Egy szegény vidékről van szó, és ugye nem véletlenül Kusturica az életet csodát például ebben a völgyben forgatta, felépítettek itt egy 50 kilométeres vasútvonalat, a Užice vidékén járunk, tehát ez a Dél-Szerbia Užice. De akár most a Szeged Egyetemen volt egy jogász barátom, és mondta, hogy azért itt volt olyan, hogy egy ügyvédi irodából kiküldtek egy hölgyet, egy jogász doktor hölgyet ide, és hát a helyi vezető, akit képviselt volna ez a hölgy, azt hitte, hogy ajándékba a táncoslány küldtek. Tehát még egy nagyon érdekes, tényleg a szó balkáni értelmében mentalitású területről beszélünk, de azért érdekes Kusturicás vidék, ez itt be is tettem a szkenelt változatát a filmnek, és ez Dél-Szerbia, de haladjunk tovább, ugye, a magyar állam és ugye a török birodalomnak is a határa volt a Duna, az Alduna területe, tehát ugye ez is egy balkán elhatároló rész lehet, hogy akkor most meddig tart a Balkán. Ugye ha ezt nézzük, akkor ugye a Magyar Királyság ugye a Duna északi területéig, délre pedig ugye az osztrák, a török birodalom. És hát ez azt hiszem egy Mennyánszki festmény az Aldunáról, a Vaskapu és a Kazánszoros vidékéről. És hát ugye az északi part ma ugye Románia, a déli part pedig Szerbia, és hát 150 méter széles itt a Duna, összehasonlításul Budapesten 350. Tehát annak a vízmennyiségnek át kell mennie, ami még a Kárpát, nem elég, hogy német-osztrák Alpoknak a vízmennyisége, hanem még az egész Kárpát-medencének a vize is itt át kell, hogy szaladjon egy 150 méter széles vaskapun. Ez a Porta de Fieri, ez egy török kazán, meg a török kazán és a vasnak a, tehát török eredetű szó egyébként vannak a fordítása, mindkettő. És úgy sikerült mindez, hogy a Duna mélysége itt 80 méter egyes helyeken, tehát 80 méter mély folyó, ami üstököt vájt. Nyilván ugye ez duzzasztott terület, amit már látunk. Széchenyi nagyon fontosnak tartotta, egy Desdemona nevű hajó, a nevezős hajón itt végigment többször, és a kereskedelmi utak miatt ez 1830-as évektől elkezdték robbangatni, hogy hajózhatóvá váljon az átonyok miatt is. Aztán ugye a szocializmusban pedig egy vaskapu vízerőművet építettek ide román-jugoszláv koprodukcióban, és az megemelte a vízszintet. A Széchenyi út emléktáblája az a víz alatt van máig, most került egy új a román oldalra. A szerbek pedig a Trajanus császárnak az emléktábláját, mert a Trajanuszt is előtt, ők azt kiemelték a elárasztás előtt. Mindkét. A legérdekesebb egyébként 94-97 között épült egy érdekes emlékmű, a Decebál királynak a szobrát belefaragták, ugye az amerikai nemzeti, vagy elnökök emlékművéhez hasonlóan. Tehát itt néhány kép erről a területről. Itt járunk az Aldonai hegyvidék, itt látjuk, hogy itt végig-végig duzzasztott területről van szó. Galambóc már nem így néz ki, ez pár évvel ezelőtti kép, azóta felújították, mint füzért, tehát most teljesen másképp néz már ki, a 7-8 tornya van ennek a gyönyörű középkori várnak. Kinizsi Pál 40 évig birtokolta, egyébként Kinizsi a szomszédos Szendrő várában halt meg, és ő is például ugye a Nagyvázsonyhoz kötjük, de ő szerb volt például.
néhány hangulatkép itt a Galambóci szorosról. Itt szinte ilyen nagy tóváldozzad, mielőtt a szorosba bemegy a Zalduna. Ugye a Vaskapu vízerőműnek a emelkedése ugye elérte a várlábát is, tehát azért vannak a, tehát nem vízivárat építettek azért ide. Itt egy kép is mutatja ugye a hunyadiak hadjáratait, és hogy itt Nándorfehérvár, Rigómező is rajta van, ugye az egy bejárt Koszovó területe, amit bejártunk. És hát ugye a Nándorfehérvár, a váráról is emlékezzünk meg, az Indantorony, ugye elértünk ugye a Száva forrásától, ami Szlovéniában volt, a Száva torkolatáig, a Száva és a Duna találkozása mellett épült fel ugye a Fehérvár, a Bieli, Belo, Belgrád, ugye az minden szláv nyelven hasonlóképpen fehéret jelent, és ugye ez a mi Nándorfehérvárunk, a harangszót innen kaptuk, hatalmas, gyönyörű városi park van ma, a szerb fővárosban úgy hívják ezt a parkot, hogy Kalemegdán, tehát hogy azt kell keresni, hogyha Belgrádban járunk, és akkor tulajdonképpen az Nándorfehérvár vára. Ugye itt láthatjuk a Száva és a Duna találkozását. Van magyar nyelvű emléktábla is, 1456-os hősök emlékére. Hát ez a győztes szobra, az ugye már jugoszláv építmény, tehát a 60-as, 70-es években. Beletettem a képet, amit ugye az elején említettem, hogy a Balkán lehatárolása az egyik pécsi egyetemi lehatárolás szerint nagyjából ezt a területet tekinthetjük a Balkán félszigethez tartozónak. Tehát Nándorfehérvár, ugye, amit én is mondtam, a Dunától északra, ugye a Magyar Királyság területe már nem a Balkánhoz sorolandó, de azért még nézzünk el egy kicsit, ugye itt a többféle verzió, hogy merre is húzódik. És ja, itt van a 10 milliárdos, erről is beszéltem, ugye, ez a belgrádi Skupcsina parlamentnek az épülete. És van rajta, nem tudom kicsoda, de ami érdekes, hogy Tesla is rákerült. Ugye Tesla egy csehszlovák rádióipari cégnek a neve volt gyerekkoromban, és sokáig azt hittem, hogy az valami csehszlovák dolog. És kiderült, hogy ugye csak a szocialista táborbeli barátság miatt kapta a nevét ez a, mint a Videoton gyár, a szerb mérnökről, aki egyébként a Puskás Tivadar telefonközpontban kezdte el a munkásságát annó Budapesten, tehát ugye a szerb Tesla Budapesten dolgozott először, és később került ki különböző kutatásokba. A legújabb, hát régebbi kutatások szerint, de egyre inkább biztos, hogy ugye ő fedezte fel előbb a rádió hullámokat, csak Marconi kapta meg előbb érte a felfedezés jogát. De a váltóáramot neki köszönhetjük tulajdonképpen, meg a rádiót is, meg még sok minden mást is. És hát nagyon büszkék rám. Itt is ugye ezért van egy vita, hogy horvát, szerb, tehát mindenki magáénak vallja Teslát. Egy érdekes figura volt minden esetre. Ő is Tesla, tehát ez pedig a szerb, egy másik, egy jugoszláv bankja, egy volt, ez pedig egy szerb bankja. Tehát fizettem én már minden Teslával. Belgrádi sörözés, riport. És haladunk tovább, ugye még néhány kép erejéig, érdekesebb helyeket felvillantva. A vízállás jelentésekből ismert, hogy a Tisza-Titelnél, ugye, és a Duna itt-ott, a kevesebben ismerik viszont, hogy a torkolatnál egy Szalánkemén nevezetű hely található, tehát tulajdonképpen a nagy folyónk a Tisza Szalánkeménnel szemben ömlik bele a Dunába, és erről én nem nagyon találtam cikket, és például akkor egy riport útra direkt ezért mentem ki, hogy megnézzem, hogy hol is folyik a két nagy folyó egybe. És egy hatalmas szép löszpart is van itt a környéken, gyönyörű magas partot fotózhatjuk. És egy apróságot azért szeretnék elmondani még, hogy miért járok szívesen ide. Itt meg az utat elöntötte a víz, tavaszi magas víz volt, és nem tudtam lefotózni szembe a Tiszát a Duna partjáról. És jött egy mogorva fickó, egy csónakkal,
És mondtuk, hogy menjél innen. Most először hazaviszi a barátját. Mondom, biztos, hogy nem biztos, hogy visszajött. Elvitt minket, körbe motorcsónakáztuk a Tisza és a Duna összefolyását. Majd amikor adtam volna neki a dinárokat, mondta, hogy nem fogadja el. Mondta, hogy menjünk, ígyunk meg egy kávét. Megittunk egy kávét, gondoltam, hogy az lesz a fizetség, hogy én meghívom egy kávéra. De én rendeltem kofolát, ugye ez egy jugoszláv kóla. Egyébként az összekapcsolja még ma is az egykori jugoszláv területeket, mert Szlovéniától Koszovóig mindenhol kapható újra a kofola. Tehát ittam egy kofolát is, és akkor derült ki, hogy övé a vendéglő. És nem engedett fizetni, és azt mondta, hogy vigyük hírét, hogy ez egy jó hely. Tehát ennyi. Tehát, hogy nagyon kedvesek tudnak lenni a Balkánon az emberek. Tehát az a kép, amit mondjuk, ugye én nagyon sokszor tanítottam a média hatásokról, hogy amit a média sugároz egy bizonyos területről, és ami a valóság, ugye az nagyon sokszor sajnos eltér egymástól, hogy finom legyek. Tehát Duna és a Tisza összefolyásánál motorcsónakázunk, Szalán Kemén váránál, nagyon szép hely, hangulatos. Itt egy térkép róla, itt a vendéglője, és ugye a két folyó itt a képen láthatóan egymásba folyik. Még egy ugrás a Dunán fölfelé, ugye Újvidék, Fruskagora, Álmoshegynek is ugye magyar neve is van, régi magyar neve, de ezt nem nagyon használják. És ugye ez egy 500 méteres tulajdonképpen kis hegyvonulat, ami lezárja a magyar alföldnek a déli végét, tehát a síkság tulajdonképpen itt ér véget a Duna vonalába. Itt az említett szerb székely káposzta, bocsánat. Ugye itt vannak az említett rigómezői kolostoroknak az áttelepült, a török elől áttelepült változatai, tehát ide ikonokat átszállítottak, nemzeti ereklyéket átszállítottak. A Fruskagorában legalább 20 kolostort találunk, tehát ugye ez egy szakrális központja ugye a szerb ortodox egyháznak. De amúgy gyönyörű turistautak, itt van a szív útja, piros szív jelzésen, és túrázhatunk itt. És ugye a NATO bombázás 1999-ben, ugye azért néha még egy-két nyomával találkozhatunk tévétornyon, a hidak újjáépültek azóta természetesen, ugye a három újvidéki hídról van szó, és hát néhány újvidéki hangulat, kávézás, és ma egyébként a fesztiváljáról a leghíresebb, tehát amit a mi sziget fesztiválunk, az Exit, az újvidéki Exit fesztivál, az egykori Duna Gibraltárjának is nevezett erődben működik, egy hatalmas Dunaparti erődről van szó, itt Újvidéken, Pétervárnak hívják ezt a helyet, gyönyörűen szépen a Duna fölé magasodik. Egyébként ide is kevesen járnak, tehát a kevés embert látom, hogy ide kirándul, valamiért nem felkapott, pedig tényleg ez már nagyon közel van a Magyarországhoz közeli területekhez. Néhány kép itt még a pétervárodi várról, és hát akkor Szabadka, a legészakabbi ugye város, ugye a Bácska, Bánság területe, itt egy nemzetiségi térképet még betettem ugye a Vajdaság területéről. Nyilván a Vajdaság is egy vitatott megnevezés, ugye délvidéknek is hívják, nem tudni, hogy lehetne jól nevezni ezt a területet, ami ugye a Szerbián belül autonóm miával bírt a titói idő alatt is. De ugye itt már a magyar kultúra, ugye Lendváról indultunk Szlovénia felől, és tettünk egy nagy kört az egykori jugoszláv területeken, és ugye a Szabadka magyar vonatkozásai, Kosztolányi, Csárdgéza is még lehetne sorolni, ugye. Itt egy Kosztolányi múzeumban járunk éppen Szabadkán, a Poros-Boros Szabadkán, Városháza, Szecesszió, tehát itt már 30 kilométerre vagyunk mindössze Magyarországtól, Népszínház, magyar nyelvű színházak, színjátszás, zsinagóga, Európa egyik legnagyobb zsinagógájai közé tartozik. Szökőkutakkal, gyönyörű kis. Egyébként nagyon érdekes, ha 1910-es népszámlálási adatokat nézünk ugye a Magyarország területére, most nem akarok, Budapest után vagy Szeged, vagy Szabadka a második-harmadik helyen volt a népesség számát tekintve. Tehát Szabadka is és Szeged is az 1910-es népszámlálásban nagyon nagy, 105 ezer fő körül volt, ha jól emlékszem. Ugye Kassa, Kolozsvár, ezek 70 ezeresek voltak.
Tehát nagyon érdekes, hogy kevesen tudják, hogy Szabadka milyen nagy város is volt tulajdonképpen a Nagy-Magyarországon belül is. A Szabadkai Városház egy szilveszteri decemberi napon, hangulatos hidegben, mint most. És hát az utolsó Palicsitó, még ugye haladunk háború alatt, hogy az állatokat kitelepítették a Palicsi állatkertből. Néhány kép. És az utolsó állomás, ugye, ahol én egyetemistaként, földrajzos egyetemistaként nagyon sokat átjártunk, ugye, a Horgosi átkelő. Ma már ugye itt kerítés van, illetve ugye a kamionok máshogy jönnek, autópályán jönnek. Ez egy búcsú kép, hogy itt a lengyel lányok várnak a buszra, és hogy átkeljenek ugye az Európai Unió területére a schengeni övezetbe. És hát végig mentünk, ugye, amint látták, Szlovénia és a Dalmát partvidéken át, ugye vissza a Duna vonalán Magyarországig, és hát a hét országból tényleg ez egy ilyen, inkább ilyen felvillantás a történelméből, egy picit a természetföldrajzából picit. Köszönöm szépen a figyelmet, azt tudom mondani.